A Gödöllői Rendőrkapitányság kéri önöket, hogy az adventi időszakban is fokozottan figyeljenek értékeikre, és az áldozattá válás megelőzése érdekében javasoljuk, hogy tartsák be bűnmegelőzési tanácsainkat. A zsebtolvajok ilyenkor sem pihennek. Az ünnepi bevásárlások során legyenek körültekintőek, és a bevásárlókosárban ne helyezzék el a kézitáskájukat, bankkártyájukat és a hozzátartozó PIN-kódot ne tárolják együtt. Utazásaik során csomagjaikat, kézitáskájukat egyetlen pillanatra se hagyják őrizetlenül. Tömegközlekedési eszközön, különösen a le- és felszállás során figyeljenek oda értékeikre, ezeket ruházatuk belső zsebébe, egymástól lehetőség szerint elkülönítve hordják. Ha gépjárművel közlekednek, ne feledjék, a gépjármű utastere nem csomagmegőrző. Abban csomagot, értéket, de még üres ruházatot se hagyjanak. A járműveket minden esetben zárják le, és győződjenek is meg róla, hogy valóban zárt állapotban vannak. A csalók az ünnepi készülődést is kihasználhatják. Hogyha egy telefonáló idős hozzátartozójára, rokonára hivatkozva pénzt vagy egyéb értéket kér öntől, bontsa a vonalat azonnal, és hívja a hozzátartozóját. Ha internetről vásárol, legyen körültekintő, és csak ellenőrzött oldalakról és személytől rendeljen. Figyeljen otthon a biztonságára is, és ha hosszabb időre elutazna, biztonsági zárral lássa el otthon a bejárati ajtaját. Kérjük önöket, hogy otthonukba nagyobb összegű készpénzt ne tároljanak. Abban az esetben, hogyha mégis bűncselekmény elkövetésének áldozatává válnak, haladéktanul hívják a 107-es vagy a 112-es segélyhívószámok valamelyikét. A karácsony a szeretet ünnepe. Ennek fényében még több gondoskodás és figyelem kell, hogy jusson idős hozzátartozóira, egyedül élő barátaira, ismerőseire. Boldog, biztonságos ünnepeket kíván a Gödöllői Rendőrkapitányság.